Több tízezer emberélet árán, de halad előre az orosz hadsereg az ukrán frontokon. Van-e, vagy lehet-e bármi értelme a svájci békekonferenciának? Többek között ezekről a témákról is fogunk beszélgetni a Frontvonal mai adásában Tarjányi Péterrel. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, szóljanak hozzá az adáshoz. Azonnal kezdünk! Szia Péter, köszöntelek itt az adásban. Mindenek előtt beszéljünk az egyik legaktuálisabb eseményről, ami a svájci békekonferencia. Ennek nagyon sok vonzata van. Az egyik és legfontosabb hír talán, ami ezzel kapcsolatban kijött, hogy az ukránok részéről jött egy olyan jelzés, hogy a következő békekonferenciára ők már meghívnák Oroszországot. Vagy tettek erre utalást, ez csak egy ilyen kommunikációs gesztus, vagy ez tényleg egy jelzés arra, hogy valamilyen nyitást elkezdenének erőltetni? Én azt gondolom, hogy ennek a svájci békecsúcsnak eleve a békecsúcs név egy kicsit megmosolyogtató bejelentése volt, hiszen, hogyha visszaemlékszel, 2 vagy 3 héttel ezelőtt, amikor erről elkezdtünk először beszélgetni, már akkor is jeleztem, hogy békecsúcsnak nevezni egy olyan diplomáciai eseményt, ahova az egyik háborúzó fél meg sincs hívva, jelesül Oroszország, az egy eléggé furcsa szóösszetétel. Egyébként ez a fajta furcsaság jellemezte az egész rendezvénysorozatot. Előkészítési oldalról is, hiszen ha megnézzük, azzal, hogy Oroszországot nem hívták meg. Egyébként például Pekinget, Kínát megkívánták hívni, és Peking nem ment el erre az egyeztetésre. Én azt mondanám, hogy ez egy olyan fajta tömbösödő, egységet felmutató diplomáciai üzenet kívánt lenni, amiben az ott megjelent országok közösen kijelentik azt, és ezt egyébként a végén, abban a szerződést előkészítő anyagban, mert hogy erről is beszélnek, hogy lesz majd valamilyen fajta diplomácia, hiszen nem tudjuk még, hogy micsoda, de egy valamilyen fajta előkészítő anyag, és ennek a rendezvénynek egy záró akkordja volt, hogy elfogadták azt a fajta diplomáciai közös nyilatkozatot, amiben ezek az országok elmondják, hogy igenis tudomásul veszik, és továbbra is Ukrajna határait szentnek és sérthetetlennek tartják, és az ehhez kapcsolódó nemzetközi szerződéseket pedig mindenkinek be kell tartani a világon. Azért volt érdekes, hogy egy ilyenfajta tömbben 80-valahány ország tekintetében végül is sikert tudott elérni Ukrajna. A legfontosabb természetesen a nyugati államok, az Európai Uniós országok, például Magyarország is ezt elfogadta és aláírta ezt a záró nyilatkozatot, leginkább és legfőbb úton pedig az Egyesült Államok vezetése és kormányzata, mert hogy ezen keresztül azt meg tudja mutatni a világnak és elsősorban Oroszországnak Ukrajna, hogy hiába beszélt Moszkva folyamatosan Ukrajna fáradtságról, hiába beszéltek a világban arról, hogy kezdenek elapadni a támogató források, a nyugat továbbra is ebben a témában abszolút egységes és támogatni fogja Kijevet. Emellett nagyon érdekes volt, hogy hogyan próbálta Putyin elnök meghekkelni ezt az egész konferenciát, illetve ezt az egész egyezményt és diplomáciai eseményt, hiszen a nyitó rendezvény előtt, tulajdonképpen egy nappal vagy másfél nappal bejelentette Oroszország, hogy lenne egy béke megállapodás tervezet. Egy olyan béke megállapodás tervezet, amire ha ránézünk, innen a stúdióból is rögtön tudtuk volna mondani, hogy fix, hogy nem fogja elfogadni Kijev, hiszen azt a 4 területet, Luhansk, Donetsk, Donbass, Zaporizsia és Herszon térségét kérte Oroszország, hogy teljes egészében adja át Ukrajna, és ezen a területen, hogyha az Orosz Föderációhoz tartozó választások után ezek a köztársaságok beintegrálódhatnak teljes egészében Oroszország területébe, akkor innentől kezdve létrejöhet egy olyan fajta tűzszüneti első lépésben, majd második lépésben béke megállapodás, amiben Oroszország elfogad mindent. És hát leginkább ugye a legfontosabb a Krím félsziget, az teljes egészében orosz kézben marad. Hogy miért mondott erre automatikusan nemet Kijev? Egyrészt azért, mert Herszon, Zaporizsia, Donbass térségében ez azt jelentette volna, hogy vannak olyan területek. Zaporizsia területének 30%-át még mindig Ukrajna ellenőrzi. Hogy ezeket a területeket is automatikusan átadja Moszkvának Kijev. És emellett ezekről a területekről kivonul az ukrán hadsereg.
több területen az ukrán hadsereg a fejlesztéseit abba hagyja, nem fogad el nyugati segélyeket, és deklaráltan kijelenti, hogy nem lesz a NATO tagja az elkövetkező évtizedekben. Tehát magyarán egy olyan fajta kívánságlistát közölt Putyin, ami elvitte olyan szempontból a svájci békecsúcs kommunikációs fókuszát, hogy arról kellett beszélnie mindenkinek, hogy úristen, történt egy béke lehetőség, aminek, hogyha a vizsgálata megtörténik, akkor kiderül, hogy valójában nem az. Igen, de ez olyan béke lehetőség volt, ami mintha nem is lett volna. Így van, de a kommunikációban a kettő egymás mellett szerepelt, hiszen zajlik egy svájci békecsúcs, és megjelenik egy másik béke megállapodás tervezet Moszkva oldaláról. Tehát ezt nagyon-nagyon ügyesen kezelte az orosz kommunikáció. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy ha összességében kellene nézni, persze Ukrajnának segített ez a fajta békecsúcs abban, hogy azt a fajta egységet föl tudta mutatni a világnak, hogy a nyugat vezető ereje mögötte áll, elsősorban Európa és az Egyesült Államok, illetve Észak-Amerika, de valójában a béke folyamatban semmit nem hozott ez a rendezvény, és ezért van az, és akkor válaszolok a kérdésedre, hogy a következő békecsúcs, ami, hogyha ténylegesen Oroszország közreműködésével szerveződik, ténylegesen lehet egyfajta béke egyeztetés vagy valamilyen fajta megállapodás. Ne felejtsük el, hogy 2022 márciusában, áprilisában zajlottak béketárgyalások, és ezekről egyre több információ szivárog ki. Közel álltak akkor a felek ahhoz, hogy megállapodjanak valamilyen fajta egyességben. Igen, nyilván ez még nem voltak ekkora területi követelései. Voltak ilyen szempontból. Igazán ami akkor nem tetszett Ukrajnának, hogy eközben a támadó hadműveletekben Kijev is veszélyben volt, tehát hogy olyan szempontból volt rossz ez a fajta békekötési időpont, amiben Ukrajna kénytelen volt tárgyalni, mert folyamatosan szorult vissza számtalan területen, de az már körvonalazódott, és itt ebben a hezitálásban lökte át a mérleg nyelvét abba az irányba a nyugat, elsősorban Boris Johnson, amikor tárgyalt Zelenszky elnökkel, hogy igenis van értelme az ellenállásnak, mert a nyugat nagyon komoly erőforrásokkal folyamatosan jelen lesz Ukrajna védelmében. Hát és ez itt, hol igaz volt, hol nem aztán? Ez így van, tehát akkor ezt elfogadták az ukránok, és ilyen szempontból ez a béke megállapodási lehetőség akkor füstbe ment. Hozzáteszem, akkor sem lett volna egy olyan béke megállapodás, hiszen nyilvánvalóan azokat a vész csírákat ott a talajban észre lehetett venni már akkor is, hogy valahogyan támadni fog utána is Oroszország. Tehát ezt nem lehetett kiírtani. Igen, ebből. De hogyha nagyon szigorúan veszük és innen nézzük, akkor lényegében tényleg nyugati vezetők hibája rengeteg ember élet, ami azóta... Nézd, ebben nincs vita köztünk. Aki meghalt a frontvonalakon. Ezt láthatjuk az elmúlt 9 hónapban, vagy 10 hónapban. És most segélyek... Isten ments, hogy azt mondjam, hogy a területi integritása nem illeti meg Ukrajnát, mert hát az nyilván értem, nem illeti. Értem, hogy mit mondasz. Csak hogy valahogy nem lehetett volna, és ez nagyon idealisztikus, de nem lehetett volna valamilyen más módon keresni egy hosszú távú megoldást, vagy tárgyalási folyamatot, vagy az oroszok kiszorítását adott területekről, csak ezen az úton, hogy fegyvert és pénzt adunk Ukrajnának a védekezésre. Ez a mi lett volna, ha, de akkor szaladjunk végig rajta. Ne, válaszolok erre. Tehát én azt gondolom, hogy ebben egy eléggé markáns véleményem van a tekintetben, hogy ott az egész történet ott romlott el, amikor Oroszország ezt az inváziót elkezdte. Hát az nyilván. Egy. Persze. Kettő, a nyugat félt attól, hogy abban az esetben, ha olyan fajta puha megközelítés történik, mint 2014-ben, amikor a Krímet annektálták, hogy Oroszország éhsége nem fog elmúlni, és több olyan fejlesztése volt az utóbbi években, különösen az utóbbi 5-6 évben, légvédelmi rendszerek tekintetében, balisztikus rakéták, robotrepülőgépek tekintetében Oroszországnak, amelyekkel kapcsolatban félő volt az, hogy nem lesz képes a nyugat ezeket a rendszereket kivédeni, és nem lesz képes Ukrajnát felokosítani ezek ellen a rendszerek ellen katonai szempontból. De volt a másik rész is. Ne felejtsük el, hogy 2017-től minden egyes évben fokozatosan emelte a nyugat a támogatásait, elsősorban az Egyesült Államok Trump elnök vezetésével és Trump elnök döntése alapján, ezt itthon mindig elfelejtik egyébként, ami kapcsán az történt, hogy a moszkvai vezetés úgy értékelte, hogyha ez a
a támogatás ilyen szinten működik, akkor eljuthat 3-5 éven belül Ukrajna olyan szintre, hogy tényleg tevőlegesen úgy ellen tud állni az orosz hadsereg támadásának, amiben az orosz hadsereg kénytelen most támadást indítani, mert ez az utolsó utáni lehetőség, hogy ezeket a területeket rendben elfoglalja, és ami a leglényegesebb volt, és amiben hitt Oroszország, és ez egy óriási hírszerzési fiaskó volt az ő oldalukon. Az orosz hírszerzés meggyőzte az orosz politikai vezetést arról, hogy sóval és kenyérrel fogják várni Ukrajnába az orosz katonai alakulatokat, miközben Ukrajna egy olyan egységes nemzetté szerveződött, amely nem kért Oroszország megszállásából. Ez az egész így egyben vezetett oda, hogy Oroszország egy támadást hajtott végre, és 2022-ben, amikor ez a béketárgyalás folyt néhány hónapig, a nyugat igazán abban felelős, hogy azt a fajta hátteret biztosította Ukrajnának elsősorban politikailag, tehát nem is és kommunikációban, a későbbi hónapokban pedig fegyverrendszereken keresztül, hogy higgyétek el, ukránok, bármennyi ideig is harcoltok, a nyugat folyamatosan ezt támogatni fogja. És itt van az, amiben neked teljesen igazad van, hogy ez cáfolódott meg tavaly május-júniustól idén áprilisig, májusig, tehát majdnem egy évig, de 10 hónapig biztosan, és ezért volt az, és ebben igazad van, hogy ennek az ígéretnek, hogy nem tett eleget a nyugat, rengeteg ukrán halt meg azért, mert egyszerűen egy kényszerpályán volt az ukrán hadsereg, hiszen bele kényszerültek egy olyan ellenállásban, amiben hitték azt, hogy a nyugat folyamatosan támogatást biztosít. De önállóan nem voltak képesek. Így van. Ez az, ami változik egyébként, Csongor, és azért érdekes, hogy az utóbbi időszakban több fegyverrendszert itthon is megmutattunk, ugye a frontvonalban, például legutóbb ugye a Lynx lövészpáncélost, mert ilyenfajta gyártási kapacitásokat épít Ukrajna. Tehát egyre inkább Ukrajna is érzi, hogy persze szükséges a nyugat támogatása, de a nyugat támogatása ne abban merüljön csak ki, hogy fegyverrendszereket ad át, hanem gyártási kapacitásokat is telepítsen Ukrajna területére, hogy Ukrajna képes legyen saját magát felfegyverezni. Igen, de ez hosszú távú háborút vetít előre. Tehát azért... Ebben érdekes kérdés van most, hiszen az elmúlt napok hírei között felkaptam a fejemet többször arra, hogy orosz tábornokok arról beszéltek. Egyrészt, hogy minden a terv szerint halad, és rendben van az orosz hadsereg, ami azért recseg-ropog, és a felvezetőben, amit elmondtál, tényleg igaz, hogy Harkiv térségét kivéve az összes többi területen halad előre az orosz hadsereg. De erről majd beszéljünk még később. Igen, de az, hogy ez minden a terv szerint halad, ez azért egy elég erős állítás az ő részükről. És van olyan kommunikáció egyes tábornokok részéről, hogy évvégéig legyőzik Ukrajnát, és béke lesz Ukrajnában. Én ezt nem gondolom, hogy így lenne. És egyébként a nyugat oldaláról is pont egy elemzést olvastam ma reggel, ami arról szólt, hogy szintén az Amerikai Egyesült Államok egyik ilyen elemző szervezete arról beszél, hogy minden a terv szerint halad, tehát hogy a nyugat oldaláról is így látják, hiszen folyamatosan pusztul az orosz haderő, és az a fajta nevezzük nevén kivéreztetési stratégia igenis működik Moszkva ellenében, amiben Moszkva ezt a fajta harci intenzitást nem lesz képes fenntartani. Igen, de közben pedig az ukrán hadsereg egyik magas beosztású vezetője egy nyilatkozatban azt mondta, hogy vesztésre állunk, és ezt kár lenne tagadni. Hogy tegyük meg... helyre, hogy miben, jó? Tehát mert ezt súlyozni kell. Azt gondolom, hogy míg negyed évvel ezelőtt, amikor szintén voltak, és akkor is beszélgetünk erről, ilyen kommunikáció, akkor az ehhez kapcsolódó tények azt mutatták, hogy két fő témában áll nagyon-nagyon nagy nehézségek előtt és kihívások előtt Ukrajna. Az egyik téma a hadianyag utánpótlás, légvédelmi rakéták tekintetében és légvédelmi rendszerek tekintetében elsősorban, de páncéltörő és tüzérségi fegyverek és elsősorban lőszerjavadalmazás szempontjából nagyon. És a másik téma volt az emberi erőforrások része. Azt kell látnunk... Hát igazából nagyrészt csak ezek kellenek egy háborúhoz. Így van. Csak ebbe a kettőbe áll. Az elmúlt 3 hónapban azért volt változás, mert hogy a fegyver-lőszer utánpótlás tekintetében én azt gondolom, hogy kezd átbillenni megint csak pozitív irányba Ukrajna. Hadd mondjak egy teljesen friss hírt, ami lehet, hogy a néző figyelmét elkerülte. Például az Egyesült Államok bejelentette az elmúlt napon azt, hogy a Patriot, tehát légvédelmi rendszerek tekintetében a szállítást átütemezi, és minden, tehát hogy pontosan az elmúlt 9-10 hónap anomáliáiból tanulva ne fordulhasson az elő, hogy a fegyverrendszereket
támogató muníciós készletek kimerülnek Ukrajnában. Az, ahol nincs háború, oda nem szállítanak, most nagyon sarkosan fogalmazok, tehát például Svájcban mint egy 350 millió dollár értékű Patriot rakétarendszert kellene szállítani, ott már mint muníciót a rendszerekhez kompatibilis légvédelmi rakétákkal. Annak a gyártása folyamatban van, de tájékoztatták Svájcot arról, hogy nem szállítunk, és mindenkit tájékoztatnak, hogy az elkövetkező másfél évben Ukrajnának elsőbségi prioritása van a légvédelmi rakéták tekintetében, és ami a gyártósorról legördül, az egyenesen megy Ukrajnában. Tehát ez egy komoly előrelépés szervezési oldalról. Az, hogy mennyire baj van az emberi erőforrások oldaláról, és van egy nagyon fontos rész, ami én is néztem azt az interjút, és olvastam is, tehát hogy ami Ukrajnában lejött a lapokban, hogy ott arról beszél, és ez itthon nem ment át, nem tudom miért, nem csak arról, hogy kevés a katona, hanem azt érzik a katonák a frontvonalon, hogy ketté szakadt Ukrajna. Hogy ők ott harcolnak, és minthogyha létezne Ukrajnában egy alternatív valóság, a társadalom, ahol azt mondják, hogy persze zajlik a háború, igen, igen, vannak légitámadások, tehát hogy érzékelik a valóságot, de hát ott vannak a fiaink, harcolnak, valahogy ebből ki kéne maradni. Igen, ez egy társadalomban életveszélyes, és különösen az a rész, bocsánat, amikor a fronton lévő katonák azzal szembesülnek, hogy nem úgy jön az emberi utánpótlás, tehát a sebesültek, halottak helyére nem jönnek új ukrán katonák, sőt, azt érzékelik, hogy ők ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen fantomlégió, harcolnak valamiért, valakikért, akik egyébként meg jól el vannak a hátországban, vagy a legrosszabb, és amiben volt egy másik interjú, ahol egy katonai parancsnok nyíltan a legdurvább szavakkal illette azokat, akik elhagyják és megszöknek Ukrajnából, egy fiatal tiszt volt. És ezért van az, és ebben próbál lépni, és ez is egy friss hír az ukrán belügyminisztérium, az ukrán külügyel közösen, hogy valahogyan az Európai Unióval meg tudjon állapodni Ukrajna arról, hogy azokat a hadköteles férfiakat, akik megszöktek, nevezük nevén, a katonai szolgálat alól, az Európai Unió visszaterelje Ukrajnába. Tehát igazán, ha azt kérdezed, hogy mi a legsúlyosabb probléma most az ukrán haderőben, az az emberhiány. Az összes többiben szépen lassan, fokozatosan emelik a készültségi és hadrafoghatósági szintet. Ebben a témában még mindig óriási gondokkal küzdenek. Gyakran szembesülök vele, hogy a közösségi oldalakon kerülnek föl olyan tartalmak, amelyeken ukrán tengerparton nyaraló és bulizó emberekről töltenek föl konkrétan felvételeket, ahogy az ukránok ilyen mindenféle beach partikon vesznek részt, és igen, ez, amit te is mondtál, hogy egy ilyen abszurd, alternatív valóság az egész, hogy pár száz kilométerrel pedig odébb, aknamezőkön halnak meg emberek, tehát, hogy... Nézd, egy társadalomtól nem szabad elvenni azt a lehetőséget, hogy az emberek éljék a mindennapjaikat, és próbáljanak boldogulni. De nyilván van ennek egy szintje. És ebben van teljes joggal a katonák oldaláról egy olyan felvetés, hogy ez nincs rendben a társadalom felé. És van egy nagyon komoly felvetés, ami azt gondolom egyfajta belpolitikai válságot is mutat, hogy Zelenszkijék bizonyos témákban nem mernek döntéseket hozni, és nem merik nevén nevezni, szemben, tehát nagyon érdekes, hogy Oroszországban a kommunikáció folyamatosan különleges hadműveletről beszél. Ugye Putyin elnök egyszer-kétszer volt, hogy háborúnak nevezte a háborút, ha egy hétköznapi ember teszi ezt, ugye azt elviszik és börtönbe zárják. Ukrajnában az első pillanattól kezdve ennek nevezik, de azokat a katonai lépéseket, szervezési lépéseket óckodik megtenni az ukrán vezetés, amit egyébként Oroszország így megtesz, annak ellenére, hogy különleges hadműveletnek hívja a háborút. Tehát ebben van egy nagyon érdekes különbség. És én azt gondolom, hogy ez a fajta különbség, és ez a fajta döntésképtelenség, vagy félelem bizonyos döntésektől abszolút hozza azt, hogy Ukrajna háborús rendszere recseg, ropog a mostani helyzetben. És azért ezt tegyük helyre egy picit. Ha ez a fajta utánpótlási rész, tehát ez az utolsó téma helyére kerülne Ukrajna hadigépezetében, akkor én azt gondolom, hogy Oroszország nagyon komoly nehézségekkel találná szemben magát. Igen, de helyére tud kerülni, Péter? Nekem ezzel kapcsolatban vannak aggályaim, mert azért, ahogy mondtad, hónapok óta ez egy felmerülő probléma
a megszökő fiatalokról is nagyon sokat beszéltünk, arról, hogy hogyan vannak országok, akik mondták, hogy visszatoloncolják lényegében az náluk lévő ukrán menekült fiatalokat, akik hadkötelesek, és ezt vállalják, hogy én azt nem látom, hogy ez hogyan kivitelezhető, hol van olyan tartaléka Ukrajnának, amit eddig nem tudott mozgósítani, ha eddig nem tudta, akkor miért nem tudta, tehát hogy ebben vannak két helyen. Visszafele haladok. Miért nem tudta azért, amit előbb megválaszoltam, hogy nem hozzák meg a politikai döntéseket. Nyilván ennek oka van, tehát félnek a felzúdulástól, tehát hogy nem akarnak egy ilyenfajta helyzetben egy olyan társadalmi feszültséget, amit ezek szerint nem tudnak modellezni. Nem csak ők, félreértés ne essék. A nyugati társadalmak oldaláról biztosított katonai, kommunikációs és politikai szakértők, akik higgyék el a nézők, ott vannak Ukrajnában, és ezt szondázák, nem tudják megmondani, hogy egy ilyen intézkedés sorozat mit váltanak ki Ukrajnában, és ezért nem lépnek. Viszont, hogy van-e tartaléka adott esetben Ukrajnának, azt gondolom, hogy van. Nagyon érdekes, Indexen is olvashatták a nézők, hogy az utóbbi két évben hány doktorandusz kezdett el az egyetemeken különböző ilyen vizsga lehetőségeket. Pontosan azért, mert megvannak azok a háborús harcvonalakra való kikerülésnek a kitérési manőverei a mindennapi életben, amiben akár a mezőgazdaságban, vagy érzékeny technológiák gyártásával, vagy az oktatásban, olyan szituációban vagy fiatalként, hogy ha ezeknek a kritériumoknak megfelelsz, akkor nem visznek el katonának a frontvonalra. Ezekben hozhat. Tehát, hogy szemben azzal, amit itthon nagyon sokan mondanak, hogy elfogytak a férfiak Ukrajnában, ez nem igaz. Tehát, hogy vannak, csak egyre profibban kerülik el a katonai szolgálatot, és itt jön az a fajta politikai döntés, amit nem mernek, ahogy előbb is fogalmaztam, meghozni az ukrán vezetők. Tehát tartalék oldalról cáfolnám azt a felvetésedet, hogy ez a fajta létszámhiány vezet bármihez is. Ha ezeket a döntéseket meghozza Ukrajna, és a társadalom ezt pozitívan fogadja, abban az esetben ki tudja javítani ezt a fajta helyzetet Ukrajna, és ahogy előbb is fogalmaztam, Oroszország nagyon komoly nehézségekkel fog szembenézni a frontvonalon. Akkor beszéljünk a frontvonalon, amit meg korábban említetted, és amit a beharangozóban is mondtam, hogy statisztikák szerint több tízezer sebesültje és halottja van az orosz hadseregnek folyamatosan hónapról hónapra. Ugye, amit korábban te többször említetted, hogy valahol 1 millió fő környékén van az orosz társadalomnak egy olyan határa, ahol már, hogyha eléri a halottak és sebesültek száma ezt a lélektani határt, akkor ott azért, akkor az hatással lehet a putyini rendszerre, hatalomra és magára erre a kommunikációra vagy háborúra, amit vívnak jelen pillanatban. Ebben a ritmusban azért ezt el lehet érni viszonylag rövid időn belül. Hát olyannyira el lehet érni, tehát beszéljünk egy kicsit a számok oldaláról, több megközelítés van, ezért kérem azt, hogy a nézők mindig a középértékeket vegyék. Az, amit az ukránok folyamatosan kommunikálnak, ugye ez a 500 000 halott és sebesült, hogy ezt átlépte Oroszország, én azt gondolom, hogy egy túlzó becslés. Az viszont igaz, és ezt minden mértékadó kommunikációs, illetve a katonai veszteségekkel és ezeknek becslésével foglalkozó médium elismeri, hogy az utóbbi 3-4 hónapban magasabb szintre kapcsolt az orosz hadsereg, és ez pokoli veszteségeket jelent. És ténylegesen ez azt jelenti, hogy napi szinten csak egyes térségekben, például a Harkivi front szakaszon, napi szinten ilyen 1000-1200 halott és sebesült naponta az orosz haderő középbecslése. Tehát ezt nem az ukránok mondják. Nyilván az ukránok fölélőnek, az oroszok alálőnek, tehát az oroszok bizonyos térségekben azt mondják, hogy nincs veszteség. Miközben egyszerűen ott vannak a drón és videófelvételek arról, hogy ott fekszenek a holttestek, és ott vannak a szétlőtt páncélozott szállítóharcjárműk, harckocsik, lövészpáncélosok. Tehát csak ebben a térségben napi szinten ilyen veszteség van. És ebből vannak mértékadó olyan középértéket bejelentő amerikai és nyugati NATO elemző intézetek, ahol arról beszélnek, hogy most már 25 és 30 ezer fő havonta a halottak és a sebesültek száma Oroszország oldaláról. Azért durva ez, mert az afganisztáni háborúban a 10 év alatt volt 15 ezer, tehát 10 év alatt 15 ezer halott, és nagyon komolyan megviselte a szovjet társadalmat az afganisztáni háború. Az, hogy
ilyen mértékű halott és sebesült szám tulajdonképpen két hét alatt az ukrán frontokon megjelenik, ez bődületes veszteségszám. Ennek ellenére az orosz támadási dinamika nem csökkent. Tehát az, amikor az ukránok arról beszélnek, hogy megállították az oroszokat, ez tényszerűen nem igaz. Ez egy térségre igaz, ezt, amit mondtál Harkiv. Előbb, Harkiv térségében az a fajta támadási dinamizmus, ami május közepén elindult, vagy május 10-e környékén elindult Oroszország oldaláról, tényleg megállításra került az ukrán haderő oldaláról, és nagyon komoly veszteségeket okoznak az oroszoknak. Zaporizsia térségében, Donbass térségében tovább folynak a támadó hadműveletek Oroszország részéről, pokoliak a veszteségeik, de haladnak folyamatosan előre. És ebben van azért, és ezt is tegyük helyre, én magam is mondtam, hogy azért a támadási ütem bizonyos területeken lassú. Tehát ez azt jelenti, hogy volt olyan település, ami 3 kilométer hosszú volt, és a települést 3 hónap alatt foglalták el. Magyarán havonta 1 kilométert haladt előre az orosz hadsereg. De abban van igaza az orosz stratégáknak, és ebben tegyünk igazságot az ukránokkal szemben, hogy van igen egy nagyon lassú előrehaladás. De van egy olyan fajta védelem áttörési mélység, ami után, ha ezt eléri az orosz hadsereg, és ebben bíznak ők most, hogy menni kell lassan-lassan előre, mert van egy olyan szint, amit hogyha áttörnek, akkor utána, mint ahogy a víz is, amikor gyengíti adott esetben a gátat, ha a gát átszakad, akkor utána hirtelen meg tud indulni és óriási területeket elfoglalni. Ebben bízik Oroszország katonai vezetése, nagyon egyszerűen fogalmaztam, és az a politikai vezetés is. Ukrajna ezért van az, hogy további védelmi vonalakat létesít, és ebben van egy óriási orosz stratégiai kockázat. Mert ha végig gondolod, és az, amiről beszéltünk, igen, az az 1 milliós szám, és erre majd akarok még reagálni. Ha ilyen szinten tartódik, akkor jövő év ilyenkorra abszolút elképzelhető, hogyha nem is milliós, de ez a 750-800 ezer sebesült és halott katona az orosz hadsereg oldalán megjelenik. Ezt nem lehet láthatatlanná tenni. És hadd mondjam, és ezért utalnék erre vissza, teljesen más példát. A Covid ideje alatt. Covid idején is kozmetikázta Oroszország a halálozás számát. És még így is az egyik legmagasabb szám az, amit így van. Az, amit elismertek, az az, hogy megközelítőleg 400-450 ezer ember halt meg Oroszország területén a Covid idején. Ez nem volt régen. 5 éve, vagy 4 éve volt a Covid. Tehát Oroszországban, és értem, hogy az idősebb társadalmi rétegben pusztított elsősorban a Covid, de a középkorúak között is. Akkor is volt egy olyan feszültség, amivel foglalkozni kellett Putyinéknak és a belügyi titkosszolgálati szerveknek szondázási szempontból, hogy mennyire elégedetlen az orosz lakosság a politikai intézkedéseivel. És nem volt elégedett csongor. Oké, de a választásokon véleményt mondtak. Ez igaz. Ennek ellenére egy repedés megjelent. Tehát én ezért mondom a számokat. Tehát ha, és akkor érteni fogod ez egyszerű összeadásomat. Ha előre úrunk az időben, és jövő ilyenkor az orosz társadalom oldaláról az látszódik, hogy 1,3 másfél millió ember halottak, sebesültek, olyan emberek, akik megsérültek a háborúban. A mindennapokban egyre többen. És akkor nem beszélve a családjaikról, igen, a hozzátartozóikról, az már több millió. És egy olyan társadalmi réteg, amelyik abszolút a fiatalok, tehát akiket látni lehet, akik hiányoznak a munkából, a gyárakból, a termelőüzemekből, egyáltalán az ország működésében egyre inkább látszódik a szankciók hatása mellett ez is. Igenis, az a fajta társadalmi feszültség növekedni fog. Ez tény. Tehát, hogy ez egy megcáfolhatatlan valami. És ezzel kell foglalkozni a mindennapokban Oroszországban azért a politikai vezetésnek, és ezért nyomják ilyen szempontból ennyire az orosz hadserege, hogy eredményeket hozzanak, mert ez a fajta feszültség, ezt higgyék el nekem a nézők, ez a társadalmi repedésrendszer ott van Oroszországban. Kérdés az, hogy meddig bírja Ukrajna, és itt jön az, amit előtte beszéltünk, hogy képes-e erre a mozgósításra, ha képes. Én azt gondolom, hogy a nyugat oldaláról egyre inkább beáll az a fajta rendszer, amiben Ukrajna magabiztos tud lenni. Nagyon fontos volt a hét, vagy az elmúlt 10 nap egyik híre, hogy az Egyesült Államok közvetlenül Ukrajnával
egy támogatási szerződést írt alá a hadsereg tekintetében. Nyilván ez követte automatikusan Oroszország és Észak-Korea között is egy megállapodás, ami azért durvább és biztonságpolitikailag nehezebb helyzetet hozó, mert ez nem csak egy támogatási megállapodás, hanem a két ország azt is megállapította ebben a szerződésben, hogy bármelyik országot a támadás éri, a másik ország segítségére siet, tehát hogy egy ilyen ellen NATO, most idézőjelben ezt a szót. Ez nem volt eddig Oroszország és Észak-Korea között. Pontosabban a Szovjetunió idején voltak ilyen megállapodások. Ha megnézzük a koreai háborút, pontosan ezért tudott az észak-koreai kommunista rezsim életben maradni, mert orosz, pontosabban szovjet támogatással a kínai hadsereg segítette, mert hogy valójában az amerikai, illetve a NATO erők a dél-koreai erőkkel közösen majdnem legyőzték Észak-Koreát. Aztán fordult a kocka, és utána azóta is egy ilyen furcsa helyzetben él Észak és Dél-Korea. Igen, és Dél-Korea most hogyan viszonyul ehhez a háborús helyzethez? Megváltozott a helyzet. Nem véletlenül beszélek egyfolytában tömbösödésről. A tömbösödésben az, hogy van egy politikai akarat az elején, az egy fontos. Ez történt, én úgy fogalmaznék 22-ben, 23-ban. Nézzük meg, 24 júniusában Putyin elnök ellátogat Észak-Koreába, és kötnek egy ilyenfajta megállapodást, amiben a két ország hadereje nagyon-nagyon keményen együtt fog működni. Nyilván ez nem tetszik Dél-Koreának. Azt értsd, hogy az észak-koreai rakétatechnológia, nukleáris fegyvergyártási technológia eljutott valamilyen szintre. Képesek ugye nukleáris fegyvereket előállítani, vannak ballisztikus rakétáik. De az a fajta támogatás, amiben hiperszónikus rakétarendszereket épített Oroszország, és adott esetben hajlandó ennek a technológiai tudásnak egy komoly részét átadni Észak-Koreának, az egy teljes egészében más kávéház. Tehát, hogy onnantól kezdve, ha Észak-Korea olyan fegyverrendszerek fejlesztésébe fog, és Oroszország segítségével 2-3 év alatt el tud jutni oda, hogy a hangsebesség 7-10-szeresével Japánt mondjuk 15-20 másodperc alatt elérje Észak-Korea ballisztikus rakétákkal, hát ez egy teljes egészében másfajta rendszer. Ezért lett ideges, most így pestiesen szólva, Észak-Korea és Japán, vagy bocsánat, Dél-Korea és Japán, ami egy érdekes helyzetet hoz. Egyrészt Dél-Korea nagyon komolyan fontolgatja azt, hogy közvetlenül támogatni fogja Ukrajnát a háborúban. Kevesen tudják, hogy a dél-koreai fegyvergyártási kapacitás bizonyos területeken, például a tüzérségi lőszerek, 155 mm-es tüzérségi lőszerek gyártásában megegyező kapacitással bír, sőt bizonyos időpillanatokban nagyobb teljesítményre képes, mint az Egyesült Államok. Tehát Ukrajnának egy ilyen partner nagyon-nagyon kapóra jönne. Eddig is szállított egyébként Dél-Korea Ukrajnába, de nem közvetlenül, hanem ez úgy működött, hogy Dél-Korea eladott bizonyos fegyverkészleteket az Egyesült Államoknak, és az Egyesült Államok továbbította Ukrajnának. Ez egy teljes egészében más helyzet, amikor Dél-Korea ezt közvetlenül teszi, és nem csak ebben gondolkodik Dél-Korea. Azt kell értenünk, hogy hosszú-hosszú évtizedek óta Szöul egy háborúra készül. Ez a mindennapokban nem látszódik, tehát hogy ez itt Budapesten nagyon sokan ezt túl gondolják, amikor arról beszélnek, hogy a dél-koreaiak mindenre ugranak meg valójában egyfolytában félelemben élnek. Nem, hozzászoktak egy ilyenfajta háborús előkészületi helyzethez, és ebben az előkészületi helyzetben félelmetes tartalékokkal rendelkeznek emberi oldalról, nagyon komoly kiképzéssel, és fölépítettek az, ami felé most indult el Ukrajna, egy olyan saját fegyvergyártási kapacitást, amiben ezt úgy hidd el, Csongor, hogy a kézi fegyverektől kezdve, a kézi fegyverek alkatrészein át, a hozzá kapcsolódó lőszerig, de adott esetben a műholdas technológiáig mindent, tüzérségi rendszerek, légvédelmi rendszerek, harckocsik, saját dél-koreai olyan komoly harckocsi fejlesztések történtek, ami olyan szintre jutott, hogy Lengyelország, amikor azt tapasztalta, hogy Németország
nem tud határidőre teljesíteni a Leopard harckocsikkal, egyszerűen azt mondta, hogy semmi baj nincsen, mert Dél-Koreának vannak kapacitásai, és onnan meg tudja vásárolni. Ugyanolyan minőségű fegyverrendszereket tudnak gyártani a dél-koreaiak, vagy bizonyos témákban jobbakat, mint adott esetben Németország. Tehát egy ilyen stratégiai szövetséges abszolút kapóra jön Ukrajnának. És ezért mondom azt, hogy semmi nem dőlt még el. Ha Oroszország annyira maga biztos lenne, ha azt mondaná, hogy simán legyőzzük az ukránokat, nem lenne szükségük folyamatosan ilyenfajta partnerépítésre, nem lenne szükség arra, hogy például Vietnámba is ellátogasson Putyin elnök, és elmondja azt, hogy igenis, Vietnám is fontos partnere Oroszországnak, és vissza kell térni ebbe a térségbe, és hogyan tudja azt megoldani Oroszország, hogy Moszkvának és Pekingnek is megfelelő módon kommunista vezetés, ezt ne felejtsük el, hogy Vietnám ugye egy kommunista állam, kommunista vezetéssel együttműködve valahogyan a nyugat ellenes koalícióba Vietnámot is be lehessen kapcsolni. És ne felejtsük el, hogy Vietnámban is vannak raktárkészletek, tehát hogy az a fajta gazdasági, logisztikai háttér is most egyre láthatóbb módon csap össze, ami valójában a háborúkat meghatározza. Egy utolsó kérdés, csak mert már kevés időnk maradt, ez semmi, fontos dolgokról beszéltünk. Az nem más, mint hogy felrepölt a hír, hogy Mark Rutte lehet a NATO következő főtitkára. Ez véleményed szerint milyen változást hozhat a szövetség gondolkodásában, terveiben? Olyan nagyon-nagyon nagy változást én nem várok. Hasonlóképpen, mint Stoltenberg, Rutte is elkötelezett euróatlantista, és elkötelezett Ukrajna támogató. Tehát ilyen szempontból az a fajta megközelítés, amiben Stoltenberg arról beszélt, hogy a NATO országoknak segíteni kell mindenhogyan Ukrajnát, ez egy abszolút olyan továbbmenő irány lesz kettőjük között, amiben Rutte ezt még inkább vinni fogja. Ne felejtsük el, hogy Hollandiában van egy nagyon komoly és fájó pont, ugye ez a Malajziába tartó repülőgép lelövése kapcsán, ahol több mint 200 holland állampolgár halt meg, amivel kapcsolatban Oroszország a felelősségét a mai napig nem ismerte el, miközben Hollandia a nemzetközi szervezeteken keresztül, vizsgálóbizottságokon keresztül, repülésügyi vizsgálóbizottságokon keresztül pontosan tudja, hogy Oroszország keze kőkeményen benne van ennek a több mint 200 holland állampolgárnak a halálában. Tehát, hogy ilyen szempontból az, hogy a holland miniszterelnök kerül így a NATO élére, tehát benne van egy ilyenfajta érzelmi indítatás is, egyfajta kis profilozás mentén. Az, ami érdekes, ahogy mind Stoltenberg, amikor itt járt Budapesten, mind pedig Rutte elfogadta azt, hogy Magyarország a szövetségben úgy kíván együttműködni, hogy a szövetségesi kötelezettségének, ha támadás éri a NATO-t, abszolút eleget tesz, tehát ha egy NATO országot megtámadnak, akkor Magyarország a segítségére fog sietni annak az országnak, akár fegyveresen is, ha szükséges. De azt vegye tudomásul a szövetség vezetése is, és a szövetséges országok is, hogy semmilyen fajta Ukrajnát támogató ilyen misszióban nem kíván részt venni katonai oldalról Magyarország. És én azt gondolom, hogy az egy beszédes tény, hogy miközben Orbán Viktor hosszú heteken keresztül arról beszélt, hogy a volt holland miniszterelnököt nem fogjuk támogatni, abban a pillanatban, ahogy ebben a pontban meg tudott állapodni a két ország, vagy a két kommunikációs fél, abban a pillanatban Magyarország is azt mondta, hogy elhárult minden akadály, hogy támogassuk, és így lehet a volt holland miniszterelnök NATO főtitkár. Az, hogy ez egyébként Magyarországnak mennyit hoz, mennyit visz ez a jövő zenéje, nyilvánvalóan az egyfajta naivitás, amiben most gondolkodunk Magyarországon, hogy ez a fajta tömbösödés ez egyre inkább nem hoz egyre markánsabb ellenállást a kelet és a nyugat között. És én azt gondolom, hogy 2024-nek az egyik legfontosabb üzenete az lesz, hogy mindenkitől elvárják a nagyhatalmak, hogy eldöntse, hogy hova áll. Tehát az a fajta mindkét oldalra játszó, kelet és nyugat lehetőségeit kihasználó magyar politika egyre inkább nem fog eredményre vezetni, annak ellenére, hogy egy-egy témában adott esetben mégis lehet megállapodás. Bezárul a kör a tömbösödés körül. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál ezen a héten, és tudtunk beszélni.
Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha lemaradtak volna, akkor a mai és korábbi adásainkat is megtalálják az Index YouTube csatornáján, illetve más műsorainkat is, ehhez nincs más tendőjük, mint iratkozzanak fel erre a csatornára, illetve a mai videóhoz is szóljanak hozzá, mondják-e véleményüket az elhangzottakról. Jövő héten ismét friss adással várjuk Önöket, akkor is tartsanak velünk, addig is a viszontlátásra, viszont hallásra. Viszontlátásra.